Sziasztok, ez itt a Kibeszél Rovat. Mai műsorunkban megkérdeztük az utcemberét, mi a véleménye balatonparti vendéglátásról. Mi meg vagyunk elégedve mindenféle jóval. Semmiféle kifogást nem találtunk, legalábbis én részemről. Úgyhogy ha ez így megy tovább, akkor még több lesz a, hogy mondjam, vendég is, meg a nyaralók is. Amúgy vendéglátásban dolgozom, csak éppen Hévízen. Szerintem nagyon megy. Nagyon megy itt. Biztosan, mert hozzánk nem jönnek. Pont ezt beszéltük az előbb, hogy most egy vacsora után ülünk itt, és hogy nagyon kedvesek voltak, bőséges voltak, és jó az ár. Hát abszolút elfogadható. Hát árakban kicsit lehetne olcsóbb mondjuk. Alapból viszont a kiszolgálás az jó. Mindenhol mindenkit kiszolgálnak megfelelően, és nem láttam még olyan atrocitásra, hogy vendéglátó hely és vendég között lett volna valami affér vagy probléma. Úgy gondolom, hogy jó és rossz tapasztalatokkal egyaránt találkoztunk, amit tölcsérhez adnak, nem adnak papír, higiénikus szalvétát, stb. Tehát ilyesmiket láttam, de úgy gondolom, hogy itt Keszthely környékén azért jók a tapasztalatok. Én úgy érzem, hogy Keszthelyek elég, tehát a keszthelyi vendéglők, éttermek azok elég jók, viszont minőségben van még hova fejlődni. Tehát pont az elmúlt hetekben volt szerencsém elmenni Balatonba, Kishablányba, ugye az egy nagyon minőségi, amit nagyon reklámoznak, és úgy érzem, hogy Keszthely inkább az ilyen helyek hiányoznak. Ugye például ott a Paletta, tudom, a Libás mellett, de Keszthelyen még egy 3-4-5 darab ilyen étterem, vendéglátóhely még teljesen elférne. 25 éve itt élek Hévízen, vezetek egy galériát, és előtte Balatonbogláron volt galériám, tehát úgy nagyjából van rálátásom a balatonparti életre, többek közt a vendéglátásra is. Hát Keszthelynek olyan lehetőségei vannak, egy egyetemi város, ott a kastély, a park, tulajdonképpen három balatonparti strandja is van, és ennek ellenére sajnos nagyon rossz a helyzet, úgy érzem, hogy egyáltalán nem használják a lehetőséget. Tehát ott valami baj van a városvezetéssel. Mi meg vagyunk elégedve, most már 11. éve ide járunk, úgyhogy mondhatom azt, hogy megfelelő.